Kubizmus vagy halál. Ilyen majdnem kubai jelszóba vonultak ma fel az ortodox kommunisták. Zászlójukon a sarló és a kalapács nem aranyozott, hanem fekete. Amint elmondták, addig lesz ilyen, amíg meg nem döntik a gyűlölt jelcini rendszert. Van is miért gyűlölniük. Egyre csökken a termelés, a dolgozók több hónapig nem kapnak fizetést, az öregek a létminimum alig harmadát kapják. A fiatalokat értelmetlen háborúkba küldik. Ennek ellenére a baloldaliak között is vannak nézeteltérések. Nyilván ezért más-más helyen tartották a felvonulást és a tömeggyűlést. A rendőrség is meg akart előzni az összetűzéseket, ezért 14 ezer rendőrt vezényeltek a fővárosba. Viszont az előre jelzett 35 ezer felvonulónak csak a töredéke jelent meg. Lehet, hogy a rossz időjárás miatt, de inkább azért, mert az emberekben egyre nagyobb a politikai közömbösség. A nép nem kíván újabb forradalmat. Most már tényleg van mit veszítenie.